Szólítási Zoltán jött fele. Haris Martin, Kecskeméti SC. És tisztelt hölgyeim és uraim, szólítom. Ellenfele a kék sarokban. Jankó Krisztián Fitbox kőszeg bűk. Habda Milán búcsúztatta tegnap. Itt látható a piros sarokban Haris Márton. Ellenfele a kék sarokban pedig Jankó Krisztián. Szolítóból. Következik az első menet. Jöjjön akkor az első menet. Piros sarokban Haris, kékben Jankó. Ugye Haris könnyű megismerni a nyaktetoválásáról, meg a piros szereléséről. Éppen Jankó támad. Szépen támad Jankó. Folyamatosan felre, de visszatámad egyébként Haris is. És mint a beszorult volna Haris a saját sarkába. Jankó 3-es, 4-es, 5-ös kombinációkat helyezett el, próbált megint horgokkal fejre operálni. Szétválasztják a vezetőbíró feleket. Szépen megy előre Jankó. Neki olyan agresszívan kezd. Így egy perccel a kezdés után is még folyamatosan megy előre. Úzi hajtja Harist. Szemmel látható, hogy nem tetszik ez a fajta agresszivitás, de végülis ilyen megérthető Jankó. Jó félfejjel kisebb Harisnál. Ki be kell mennie bontani az ütőtávot. Hiszen neki sokkal közelebb kell mennie a hosszú lábú, hosszú kezű Haris ellen. Újra bemegy belharcra, most Haris próbál visszatámadni. Kicsit kapkodósabbnak tűnik most a mindkettő részéről ezek az ütések dobáltnak. Itt van a semleges saroknál. Szépen dolgozik Jankó hátsó kézzel, jobbal. Egyelőre most is egy hármas kombináció szeretett volna. Most jól védekezett Haris, meg jól is lépett ki. Ügyesen hajolt ki megint Haris az ütés elől. És Jankó is szépen hajolt el. Fél perc van vissza az első menetből. Tisztán talált most jobban Jankó. Csak az erő hiányzott belőle. És megint kiment Haris ütés elől. Elvitte a lendület Harist, és be is robbant Jankó. Még egy nagyobb akcióra biztos, hogy lesz idő ebben a menetben. Ahogy mondom, most azért Haris is próbál visszatámadni. Gyönyörű kombinációk mindkét oldalon, csak pontatlanok. Szépen talált jobban így a menet végén. A kék sarokban Jankó Krisztián. És ezzel van vége az első 3 percnek. 1 perc pihenő és jön a második felvonás. Szóló Jankó Krisztián a Fitbox kőszeg bükk versenyzője, 2016-ban ifjúsági magyar bajnok, és ebben az évben is a döntőbe verekedte magát, sajnos alul maradt Botos Karcsival szemben. A felnőtt magyar bajnokságon indulás a tapasztalat szerzés. Szorítóból következik a második menet.
Véget ért a rövid pihenő, következik a szorítóból a második menet. Üzi hajtja Jankó, akár csak az első menet elején, most is hasonló forgatókönyv Harist. Szépen mondja a távolságot. Ennek ez kell, de most szép volt egy távoltartó balos. Érkezett Haristól. Most szépen dolgozik megint Jankó fejre. Egy perccel a menet vége előtt. Megint indul előre. 3-4-es kombinációkkal próbál szerencsét ilyenkor Jankó, mindig kivétel nélkül fejre irányul. Haris általában hosszabb lábainak köszönhetően legalább az első kettő, de sokat akár a harmadik elő is hátra tud lépni. Itt ilyen az, amikor valaki egy jóval magasabb ellenfélel küzd. Jankó indított egy bal-jobbot, és folyamatosan talál. Kettő tiszta találta is volt Jankónak. Haris egyelőre inkább próbál kilépni, nem pedig visszatámadni. Akkor, amikor már bő egy perc van vissza a második menetből. Most próbál támadni, csak most meg taktikusan kilépett előre Jankó. Szépen dolgozik folyamatosan Jankó, űzi hajtja, de most Haris is, mintha kicsit kezdene magára találni, így kevesebb, mint egy perccel a másik menet vége előtt. Szüksége van a találatokra. Jobbal azért most megint Jankó talált. Ügyesen hajolt a Jankó Haris kombináció elől. Szépen talált, jobban is, baldal is, 10 másodperc van hátra a menetből. Közben otkozik a vezetőbíró, még egy akcióra talán idő van, vagy nem, de majdnem elért ezzel a bajobb kombóval egyébként Jankó Harist. Következik így egy perc szünetet követően a harmadik, az a záró menet. Állva pihenni ki a menet fáradalmait és hallgatja jó tanácsokat. Jankó sokkal többet dolgozott. Hát szorítóból. Következik a harmadik befejező menet. Minden esetre eddig szépen oldja meg ezt a feladatot. Szól a vezetőbíró Jankónak, hogy nincs mélyütés, még Harisnak, hogy ne fogjon. Tiszta lapokkal indulnak neki a harmadik, az a záró menetnek. Na lássuk. Forgatok, hogy megint csak hasonló. Jankó űzi hajtja Harist. Szépen talált most háromból egyszer fejre. Jankó. Ügyesen hajolt el Jankó Haris ütése elől. Az első perc itt szépen lassan le is pereg az utolsó háromból.
Szépen talál jobbal Jankó, csak erő nem volt benne. Figyelmezteti a vezetőbíró, ha Isten ne fogjon. Szép ez a jobb csapat, megint ott volt. Megint megindul Jankó. Szép Haris most azért próbálkozik, jobban talált is, de most megy vissza Jankó. Hát nem szeretne adósa maradni véletlenül se Harisnak. Elment a menet fele. Gyönyörű kombináció volt, megint megindult Jankó. Ó, szépen válaszolt most jobban Haris. Taktikus küzdelem, Jankó nagyon szépen oldja, oldotta meg eddig, hogy berohan, próbált pusztítani. Harisnak egyre nehézséget okoz, hogy ezekkel mit kezdjem. Még van egy perc, hogy kitaláljon valami ellenszert. Most már csak szűk egy perce. Ezek a ütések most elhaltak Haris kesztyűjén. Akárcsak ez a próbálkozás pedig a távolságon. Haris szépen lépett ki az ütésből. Itt a vezetőbíró kettejük belharcát. Most Haris nézett ki, hogy mit csináljon a ringre, az edzőjére, a sarokba, hogy mithez kezdjen az utolsó fél percben, hallgatta jó tanácsokat. Egy kicsit kapkodósnak tűnik most Jankó, dobálós ütéseknek. 10 másodperc, megint egy ilyen judófél összefogásba fejeződött be a támadás. Még egy komolyabb ütőkombinációra van lehetőség. Nem, meg azért egy bal csapottal időn túl meglegyintette, szerencsére nem túl erősen Jankó Krisztián Haris Martint. Most halljuk az ítéletet. Ez a mai nap 15. összecsapása, annak is a vége, és halljuk, hogy vajon ki nyerte. Aztán következik majd még egy 64 kg-os összecsapás, ahol a piros sarokba érkezik Potos Károly nemzetközi rutinnal. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! És a címvédő kék sarokba. Egyhangú pontozással győz, de most nézzük, így ott van a holnapi elődöntőben a 64 kg-os súlycsoportban. A kék sarokba Jankó Krisztián Fitbox kőszegű! Egyhangú pontozással dönt, győz. Ezzel ott van a holnapi elődöntőbe. Képen látható Jankó, tehát most következik a következő összecsapás 64 kg-ban Botos Károly a piros sarokban, a kék sarokban pedig majd érkezik a bajnok.